Mátyus dobta be. Olimpiai válogatottságig jutott, bár aztán Atlantából hazaküldték. Most bizonyíthat Illés, jó a kiugratás, bizony, hogy jó. Horváth gól helyzetben, Horváth gól! A negyedik percben vezet a magyar válogatott Horváth Ferenc góljával. Remek kezdés Bécsben. A Ferencváros csatárát mesterien ugratják ki, szó sincs lesrőm, Illés Béla szenzációs labdát ad, Horváth befordul, és remekül elrúgja a kimozduló koncel mellett. Hát kell-e ennél jobb kezdés? Remek magyar támadás, Fejerzinger kitámadott, de üresbe ment, és Horváth remekül elcsavarja a hosszú sarokba. Na, ez igen! És azt mondom, hogy megfagyott a levegő az osztrák szurkolók torkán, akkor nem túlzok. Szuper lassítások egy szuper gólról. Horváth Ferenc. Ez igen, gyerekek. Az első gólja Horváth. A játékvezető egyelőre nagyon nagy vonalú az osztrákokkal szemben, és szűk markú velünk. Nincs les, Bastić. 1-1. Tizedik perc. Ugyanúgy bekaptuk a gólt, mint ahogy az osztrákok, valljuk meg, ez az igazság. Beteszik mögénk, sebők mögé, és Bastić, a honosított osztrák, beemeli a labdát. Szellős a védelem. Bastić. Schöttl, a Rapid játékos, aki 12 éve játszik Zöldfehérben, eddig nem volt sokat játékban. Mélich, 5 VB-s elejtezőn szerepelt, Polster teszi hátra, Herzog rengeteget van játékban. Bastić próbálkozott, és itt az újabb gól, de mekkora gól, azt a mindenit. És egy újonc lövi az újabb osztrák gólt. Hát kérem szépen, a válogatottban először szereplő Amerhauser egy bődületesen nagy gólt lő. Kiugratják, Polster hagyja, mert látja, hogy ő érkezik, és a kapufáról vágódik be a remekül eltalált lövés. Ez sem akármilyen bemutatkozás egy válogatottban, góllal Amerhauser. Kettő egy az osztrákoknak, és nem nőtt a különbség. Halmai, Illés, rájuk semmi panasz nem lehet. Fejerzinger, Lisztes, gyerünk, gyerünk, Illés helyzetben, gól! Egyenlít a magyar válogatott. 2-2, Illés Béla. Hát ez az, ne legyünk már kisítőek. Illésnek ez a 7. gólja a válogatott színeiben. Remekül mozdulva, beragadtott egy osztrák védő, lehetett látni, és Illés maga biztosan kihasználja. Egyenlít a magyar válogatott, és ha azt a védekezést meg tudnánk fogni. Jól van, Béla. Újabb eset ért. Minden jól fejelő játékosunk megint elől. Sebők is, Rutka is, Korsós. Ott a lehetőség, gól, Illés! A második gólja, ismét vezetünk. Ez igen. 9. perc a második félidőben, és Mihály Koncel nem hisz a szemének.
Nagyon jó volt, hogy mindenki előre ment fejelni, ugyanis a bemozduló fejelő emberek elvitték a védők figyelmét. Illés ott maradt teljesen tisztán, és egy remek kapáslövéssel ismét a magyar válogatottnál az előny. Illés remekül érkezik, és nagyszerűen használja ki. Megoszlott az osztrák védők figyelme, Illés szabadon maradt, és gólt lőtt. Ízlelgeti az ember a szavakat, 3-2-re vezetünk. És megint csak Illés.